Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Kispálya második évfolyamának első adását látják. A műsor továbbra is a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának mérkőzéseivel foglalkozik, de természetesen a második vonal, vagyis az 1B eredményeiről is számot adunk majd a közeljövőben. Az előző pontvadászatban négy csapat búcsúzott az Elitligától, sorrendben a MÁV Gépészet, a Zöldker 96 Kft. És a Fevita, valamint a Más Tészta. Az 1B-ből a Korál, a Széphőszeder, a Fészeképítők és a Cooper SC vívta ki az első osztályú tagságot. A négy feljutó közül kettő rögtön az első fordulóban találkozott. A Korál, amely tavaly még a Fapados Öröző 2 néven szerepelt, és a Cooper SC. A 2001-2002-es kispályás első osztályú bajnokságban már is két újonc gárda találkozik egymással, a Cooper SC és a Korál. A Cooper az 1B-ben negyedik helyen végzett, tehát ő volt az utolsó feljutó az Elitligába. A Korál pedig, mint Fapados Söröző kettes számú csapat néven elnyerte, elhódította az aranyérmet. Fehér mezben a Korál, jobbról balra támad, még kék mezben értelemszerűen a Cooper SC. Maróti, kimegy a labda, Király Zsolt bedobása, aztán Nagy Attila fejel, de tovább. Blaski Gábor végezheti el a szabadrúgást. A Korál kezdő összeállítása a kapuban Tóth Tamás egyes számmal, kettes Horváth Imre, hármas Blaski Gábor, négyes Györe Gábor, hetes Maróti Krisztián és tízes számmal Komáromi Zsolt. Az első helyzet, Maróti lőtt kapura, azaz a kapu mellé, ám beleért egy kékmezes játékos, így szöglet lett a dologból. Györe érkezik a sarokrúgáshoz, egy bedobás a következmény. Horváth Imre bedobása, és Csajági János indítja az akciót, a Cooper akciót, melynek végén a hetes számú Bíró Csaba lőtt kapura. Tóth Tamás szögletre hárított. Nagy lövés, Nagy Attila lőtt a kapu mellé. Akkor már elmondom a Cooper SC összeállítását is. A kapuban Csajági János, előtte mezőnyben pedig hetessel Bíró Csaba, kettessel Borsos Ferenc, nyolcassal Király Zsolt és ötössel Nagy Attila. Üresen maradt a tízes számú Komáromi, aztán szerelik. A két együttes az 1B-ben, tehát a második vonalban, az előző, a tavalyi bajnokságban értelemszerűen kétszer találkozott egymással, hiszen oda-visszavágós alapon mentek a mérkőzések, illetve hát tavaszi és őszi szezonnal. Az egyik találkozón a Cooper 2-0-ás győzelmet aratott, majd pedig a másik mérkőzésen a Korál, illetve akkor még Fapados Söröző együttese diadalmaskodott 4-2 arányban. Újabb szöglet, Király Zsolt a labda mögött átíveli, Nagy Attila kapásból a kapu mellé. A negyedik percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Csajági a labda birtokosa, aztán gyorsan gurítja tovább. Kezezés után következhet a szabadrúgás.
Nagy kidobás. És Maróti mellel irányította a labdát a kapu felé. Csajági helyén volt. Blaski. Király Zsoltról hagyta el a labda a játékteret. Komáromi dobhat. Maróti lecsúszott a lábáról. Ez egy szép akció volt. Király Antalnak tették le a labdát, aki azonban magasan a kapu fölé lőtt. Tóth. Györe. Horváth. A visszafutó Komáromihoz. Aztán Horváth kapja vissza. A Korál megpróbálja feltörni a Cooper védelmét. Tapogatóznak egyenlőre a csapatok. Mi is az a játék stílus, amit a másik ellen be lehet vetni. Egy eladott labda és egy szép lövés. Király Zsolt lőtt kapura, ám az oldal hálót találta el. Blaski. Horváth. Bíró. Blaski szereli időlegesen. Horváth lépett bele. Király. Király Antal fejjel középre. Komáromi próbált felszabadítani. Blaski. Nagy Attila támadta. Tóth Tamás keresi, hogy kinek lehetne passzolni. Komáromit választja. Bíró. Egyenlőre komolyabb akció nélkül mindkét csapat. Igazán gólhelyzet még nem alakult ki. Olykor egy-egy lövés, ami vagy eltalálja a kaput, vagy nem. Király Zsolt. Szép volt a visszahúzós csel, aztán felszabadítanak a Korál védői. Király Antal most a bal oldalon. Nem érkezett középen senki. Jól játszotta magát tisztára. Bíró. Király Antal. Király Zsolthoz. Blaski. Blaski még mindig egy lövőcsel, aztán tovább megy. Ez volt a veszte. Bíró. Kilencedik perc, 0-0. Rossz bedobás. Ott nem volt játékos társa, ahol a Király Zsolt dobta a labdát, és azt várta, hogy valaki érkezzen. Nagy Attila, szép volt a csel. Bíró egyedül volt. Körülményes volt, úgy érzem, Bíró Csaba. Így csak a kapu mellé tudott lőni. Sokat pepecselt. Blaski. Jó volt a csel, aztán a passz is. Dobnak a fehérmezesek.
király. A két király játszik össze, aztán Nagy Attila is játékba avatkozik. Horváth. Maróti adja haza. Bedobás a kék mezesek javára. Király. Nagy. Cselezget a hatos vonalánál, aztán kisodródik, de még marad a labda a Coopernél. Nagy. Nem volt jó. Blaski bedobása. Tud tanácstalan. Nagy Attila. Király Zsolt felé Maróti húzta vissza az utolsó pillanatban a labdát. Ha átszáll a feje fölött, akkor Király Zsolt szinte 100%-os gólhelyzetben kapja a labdát. Cserél közben a korál. Szabó József a pályán. Egyik legnagyobb újítás ugye az első osztályú kispályás bajnokságban, hogy egy győzelem 3 pontot ér az eddigi 2 ellenében. Itt tehát a kispályások is áttértek a már megszokott profi, illetve nagypályás bajnoki rendszerre. Szabó. Nagy Attila szerelte Komáromit. Blaski. Király. Király Zsolt. Megállítják a félpálya közepén, ám szabálytalanul Györeg Gábor volt, aki buktatta ellenfelét. Mintegy 2 méterre van a sorfal a labdától. Ugye 3 méter a szabályos távolság. Bíró Tóth kezébe. Hosszú a kidobás. 13. perc, még mindig 0-0 a mérkőzés állása. Mindezt gondolom már tavaly óta megszokhatták, illetve tudhatják, hogy a kispályás mérkőzések 2x25 percig tartanak. Komáromi. Király Zsolt, elnézést, a két király játszott össze. Tóth. Tóth Tamás nem először íveli előre a labdát pontatlanul. Hosszúak a kirúgásai és hosszúak a kidobásai is. Csajági húzta a labdát. Nagy Attila. Jó volt a csel, ám kapura törni nem tud, hiszen összezárnak előtte a fehér mezesek. Borsos. Király. Hát a túloldalra. Nagy Attila futott el a jobb oldalon. Elakadt a passz azonban. Blaski. Komáromi lő. Csajáginak kellett hárítani a vetődve.
Ez már gólhelyzet volt a javából. Aztán Győr előtt kapura levágódott egy védő lábáról. Komáromi bedobása. Laski. Király Zsolt hozza el, ott a lehetőség, üres az a kapu. És Király Zsolt lábáról hagyja el a labda a játékteret. Szöglet. A 11-es számú Mezei Róbert sarkazott kapura az imént. Komáromi és Szabó József lövi el a labdát. Király. Győre keményen próbálta megakadályozni Király Antalt abban, hogy tovább vigye a labdát. Most kapja a bedobást. Király forgolódik, aztán Szabó József ért hátra jókor. Király szöglete. Át a túloldalra. Borsos még megmenti a vonal előtt, ám kirúgja a labdát. Nagy. Szabó kiengedi. Tizenhetedik perc. Komáromi vállalkozott lövésre, Csajági résen volt. Nagy. Király Antal. Borsos. Blaski lépett ki jókor, aztán sarokkal teszi tovább Komárominak. Tartja a labdát a korál. Blaski. Borsos. Nagy Attila jobb oldalon, bíró kíséri az akciót. Nagy Attila húzza vissza. Király Zsolt ellövi távolról a kapu mellé. Nagy. Keményen odaléptek Nagy Antal lövésébe. Firmic Miklós volt az. Blaski. Firmic. Szeredik. Borsos. Nagy. Szabó fejeli vissza, egy ideje nem esett le a labda, csak most. Király próbált szerelni, és megsérült. Király Zsolt felépült, mehet tovább a játék. Komáromi dobhat. Szabó próbált felugrani. Szabadrúgás kifelé. Király. Nagy. A 20. percben járunk. 5 perc van hátra, tehát az első játék részből 0-0 a mérkőzés állása. Borsos levágódik Firmic lábáról. Borsos bedobása. Nagy Antal próbálta kapura tenni a labdát, ám ez csak a ketrec mellé sikerült. Tóth fogja kirúgni piranazogon belül. Mezeit választja. Aztán pedig Csajági kapust
A túloldalom. Borsos. Nagy Antal. Illetve Király Antal. Nagy. Borsos lábáról perdül le a labda. Komáromi. Király szerelte. Mezei fordulhatott volna le. Őrzőjéről nem tudta lekezelni a labdát. Csajági. Bíró. Borsos. Blas kilépett közbe keményen. Bíró Csaba bedobása. Király. Nagy. Egészen hátra a bíróhoz, a leghátsó mezőnyjátékoshoz. Borsos kapja. Szabó szabadít fel. Csajági. Nagy. Szép játék. Király Antal fejelte vissza. Óriási helyzet volt. Tóth Tamás védett. Bravúrral. Nagy és Király összjátéka után Király Antal lőtt kapura, mint egy 4 méterről. És Tóth hárított. Újabb szöglet. Borsos levágódik. Blaski. Bíró dobja haza. Blaski. Pontatlan volt a passz. Komáromi bíróról vágódik vissza Komáromi elé, aztán ballal a kapu mellélő. Király Antal fejelt Szabó József szorításából. Ez is csak a kapu mellé. Király szerzi meg. Nagy Attila középen. Tóth érkezett jókor. Nagy. Nagy még mindig. Szabó József szabadít fel. A Cooper, úgy érzem, aktívabb, veszélyesebb a kapura. Blaski. Mezei. Pontatlan. Bíró. Király Antal rúgta ki a labdát. Mezei, bíró lépett közbe, aztán Király Antal indulhat meg. Sokáig pepecselt Király, pedig bíró érkezett mellette a bal oldalon, és Nagy Attila is várta a túl szélen. Blaski. Messziről lövi el, nem sokkal ment mellé. Az utolsó percben járunk az első félidőben. Cooper SC Korál 0-0. Borsos. Király. Tóth a végállomás. Mezei. Jó volt a csel.
Firnic. Király Antal nagylabdabírónak. Bíró, Mezei érkezett vissza jókor. A szöglet talán még belefér az időbe, hiszen a rendes játékidőn már túl vagyunk, ez már a 26. perc. Király Antal óriási kapufa. A szöglet után vállalkozott lövésre 5 méterről. A kapufán csattant lövése, és ez volt az első félidő utolsó momentuma, tehát Cooper SC Korál egy félidő után 0-0. Néhány perc szünet után megkezdődött a második játékrész a Cooper SC és a Korál csapatai között. Bíró. Nagy sarokkal tovább, Király, kéz, Király Zsolt fejelt, Mezei pedig kézzel ért a labdába. Szögletet ítélnek a játékvezetők, és mindig Rűz Ismen és Kis Lajos. Óriási lövés, Nagy Attila vállalkozott lövésre, Tóth Tamás védett. Sokkal, de sokkal veszélyesebb a Cooper SC az ellenfél kapujára. Ők talán már átvették az első osztály mentalitását, ám a góllal még ők is adósak. Borsos. Bár igazán akkor lehet majd lemérni az újoncok tudását, képességeit, amikor már korábban is első osztályú tagsággal rendelkező csapatokkal fognak találkozni. Itt még régi ismerősként köszönhetik egymást. Ki. Mezei. Király Zsoltban akadar a labda. Mezei bedobása. Át a túloldalra Szabó lyukat rúg. Nagy lehetőség lett volna ebből az akcióból. Laski. Szabó. Firnic fordult le. Hát hosszú volt a labda. Firnic. Mezei. Mezei fordult rá. Nem talált el jól a labdát. Mezei bedobása. Komáromi lő lyukat. Bíró, Szabó, Borsos dobhat, Király Antal, Nagy, Tóth kapus kidobása következik, aztán Komáromi és Blaski játszana össze, ha nem menne ki a labda az oldalvonalon túlra. Borsos, Szabó lép közbe, Firnic. Csinált egy cselt, ahelyett, hogy passzolt volna Komárominak. Firnic. Egy kötényt oszt ki. Blaski. Mezei. Blaski kapja vissza. Lelopják a lábáról. Firnic lövi el. Csajágit lepte meg a lövés. Másodszorra azonban már birtokba vette a játékszert. Király Antal fut a jobb oldalon, nem hiába. Laski. Szabó fejeli ki. 5. perc az első félidőben, illetve a második félidőben, elnézést.
szabadrúgás. Firmic tartott rá Borsos lábára, ezért jár a pontrúgás a kékmezesek javára. Bíró a labda mögött. Kapufa. És majdhogy nem öngól lett a dolgból, hiszen Mezei ért a labdába. És a kapufáról hagyta el a játékteret a bőrgolyó. Blaski. Komáromi és Mezei. Mezei egyből lőtt. Ám lövése célt tévesztett. Csajági. Nagy Attila, majd Borsos a labdával. Király Antal fejjel tovább. Szabó fejeli tovább. Komáromi. Firnic messze fölé. Bíró. Királyról megy ki. Némi tétovaság a Cooperes cél jobb oldalán. Nagy. Blaski. Nagy próbálta lerántani. Mehetett tovább a játék. Marad a labda a fehérmezeseknél. Blaski dobhatja be a labdát. Firnic. A kezére pattant, én úgy érzem, tovább engedték a játékvezetők. Csajági kidobása Nagy Attila felé, aki leveszi a labdát, ráfordul és a kapufát találja el. A hetedik percben járunk, még mindig 0-0. Mezei, Pusztai szerelte. Nagy. Pusztai, Blaski, Király Antalt buktatják a 9-es vonalnál, kecsegtető szögből végezhet el szabadrúgást a Cooperes C. A második félidő 8. percében Nagy Attila a labda mögött ellőtte a sorfal között a labdát, beleért az egyik játékos, itt szöglet lett a dologból. Nagy lövés volt. Király. Király Zsolt szerzi vissza, Pusztai adja haza, Csajági. Mezei fölé. Blaski. Pusztai. Király levágódik. Király Antal. Nagy Attila egy leheled finom mozdulattal. Király annál kevésbé, annál keményebben Blaskit vágta föl. A sértet végezte a szabadrúgást. Aztán a bedobást is ő hajtja végre. Mezei. Jól fordul le Pusztairól. Aztán Firnicnek ad egy paszt. Firnic háta mögé. Itt támadhatnak a kékek. Blaski adja haza fejjel. Horváth lőtt kapura, Csajági védett, aztán Horváth ismételhetett. Egy kis túlzással élve majdnem kirúgta a csarnokból a játékszert. Király Antal elcsípték passzát, aztán Pusztai lő, és Horváthról vágódik le a labda.
nagy. 9 méterről próbálkozott lövéssel, ám beleléptek lövésébe. Király, Nagy Attila mezeiről vágódik szögletre a labda. Király Zsolt szöglete. Firnic. Nagy. Pusztai. Tóth Tamás csípte el a labdát. Mezei bedobása Komáromi felé. Király Attila volt az. Király Antal volt az, aki majdhogy nem Komáromi fejét találta el. Komáromi nem találta el a labdát. Egy szögletet viszont kiharcolt. Firnic a kapu fölélő. Nagy helyzet volt ez is. Csajági kirúgása Király Antal felé még megtartja. Mezei. Király Antal. Király Zsoltól kapja. Szöglet. Érzésem szerint Tóth kapusért utoljára a labdába. A játékvezető szerint azonban már vonalon kívül meg lehet. Ő állt jobb pozícióban. Blaski. Nagy lövi el, nem sokkal ment mellé, talán centiméterekkel került el a jobb kapufát a labda. Komáromi fordult volna le, Pusztai azonban lerántotta a Korál 10-es számú játékosát. Komáromi lövi el a kapu mellé. Egy bocsánatkéréssel tartozom, ugyanis most vettem csak észre, hogy eddig a Cooper 9-es számú játékosára, Dóczi Dánielre végig Pusztai nevét ragasztottam, aki a Korál 9-es számú játékosa. Ezúton még egyszer elnézést kérek. Csajági. Komáromi kifelé csavarodott a labda, így elkerülte a kaput. 14. perc, 0-0, Blaski. A küzdelemre nem lehet panasz. Komáromi Király Zsolt lépett közbe, aztán ismétel, ez már Csajáginak csemege. Király Antal, Nagy Attila és Tóth ütköznek. Büntető. A játékvezető megítéli a 7 méterest, Tóth Tamás nagy lendülettel jött ki kapujából, aki elsodorta Nagy Attilát. A Korál kapusa természetesen reklamál, hogy kint volt a hatoson kívül a szabálytalanság. Igen, csak határeset, én úgy érzem. Király Antal végzi el a büntetőt, és Tóth hárítja a lövést. A 15. percben tehát óriási lehetőséget szalasztott el a Cooper SC, aztán a bedobás után Nagy Attila találta el rosszul a labdát.
Tóth. Dóci. Nagy. Csajági. Dóci bedobása. Király Zsolt. Komáromi szerelte. Györe. Csajági kidobása. Bíró. Királyról hagyta el a labda játékteret. 17. perc 0-0. Blaski. Györe. Tóth. Maróti. Bíró. Blaski lépett közbe. Bíró bedobása. Király. Dóci. Nagy. Nem értették meg egymást Király Antallal. Györe. Györe bedobása. Komáromi. Györe kapja vissza. Horváth csúszott be, és ezzel állította meg a Cooper támadását. Bíró. Király. Horváth. Csajági fejjel. Györe nem tudott kapura fejelni. Komáromi. Csajági véd. Bíró. Király. Horváth szerez labdát, el is lövi a kapu mellé. Tóth kidobása. Bíró. Kovács. Király. Király. Aztán a másik királyt Györe szereli. Komáromi. Bíró rúgja ki. Horváth. Horváth messziről. Célt téveszt lövése. Le is kocog a pályáról, helyére Szabó érkezik. Dóci, jó csel, aztán túljut még egy védőn. Király Antal egy szögletet harcol ki. 5 perc van még hátra a találkozóból. Óriási lövés! Bíró külsővel küldte kapura, amit a rövid sarok elől tolt szögletre Tóth Tamás. Nagy Attila kapásból lőtt a kapu mellé. Györe! Blaski. Dóci lába alatt lőtte el. Ez a lövés sem találta el a kaput. Dóci. Király.
Nagy. Aztán Király Zsolt. Szabó. Györe. Komáromi. Tóth egészen kijön a kapujából, aztán egy lövéssel próbálkozik. Ez is veszélytelen volt. Szabó csípje el a labdát. Csajági kidobása. Györe. Blaski. Ellövi. Csajági véd. Komáromi. Oda a lehetőség. Komáromi bedobása. Blaski. És ott a vezető gól. Blaski Gábor érkezett a jobb oldalon. Komáromi bedobására. Teljesen üresen fejelhetett. És be is találta Cooper hálójába. 1-0 tehát a mérkőzés második félidejének 22. percében. A legjobbkor jött tehát a gól. Dóci. Csajági. Bíró. Nagy Attila. Két embert csap be. Bíró. Negyvenhét percet kellett tehát várni az első találatra. Az újonc együttesek csatáján. A Cooper SC támadott, támadgatott, és akkor rászerez volt. Bíró bedobása. Király Antal. Király Zsolt. Nagy Attila. Szeredik. Komáromi. Tóth. Csajági. Dóci. Blaski fedezi a labdát. Dóci ér bele utoljára. Király Zsolt mentett szögletre. A mérkőzés utolsó percében járunk 1-0-ás korálvezetésnél. Az előnyben lévő csapat végezhet el szögletet. Györe passzolt a középre, ám kapura lövés nem lett a dologból. Talán az utolsó lehetősége a Cooper SC-nek Bíró, Király Zsolt. Bíró kapja vissza, Szabó szereli. Még 30-25 másodperc a rendes játékidőből. Dóci, Komáromi csípi el, aztán Dóci szerel. Letelt már a rendes játékidő. Néhány másodpercet hosszabbítanak a játékvezetők, hiszen igen kiélezett mérkőzés. Egyenlő erők küzdelme, én úgy érzem. Blaski.
Csajági dobja ki, gurítja ki a labdát, és most van vége a találkozónak. A két újonc együttes, tehát a Cooper Estates a Korál csatájából a Korál került ki győztesen, a címvédő, illetve a másodosztály címvédője. A 47. percben Blaski fejes góljával nyertek 1-0-ra. Tehát a végeredmény Cooper Estates Korál 0-1. Ezen a küzdelmes mérkőzésen kívül minden találkozón egyébként egy gólnál több született. A fordulóban 5 győzelem és 2 döntetlen mérkőzés zárult, lássuk az összefoglalót. A Bádogos Turulány összecsapással kezdődtek a 2001-2002-es kispályás bajnokság első osztályú küzdelmei. A mérkőzést a múlt pontvadászat második helyezettje, a Turulány kezdte aktívabban, több veszélyes gólhelyzetet is kialakított. A zöldmezes Bádogos eleinte nehezen szabadult ki a szorításból, azonban a félidő derekán már a tavalyi 6. is célba vette a Turul kapuját. A Turul játékában volt felfedezhető több tudatosság, bizonyára a felkészülés nekik sikerült jobban. A második játék részben a kékmezesek felőrölték a Bádogos védelmét, melynek a 3 kapott gólra mindössze egyetlen választalálatra maradt ereje. A végeredmény tehát Bádogos Turulány 1-3. A Vokban a Klub Feca és a tavaly még Fapados néven szereplő Mercutius Tours csapata csapott össze. A találkozó elején a Klub Feca szerzett vezetést. A régiói együttest nem zavarta meg a névváltoztatás, az első félidő derekán egyenlített. Ez viszont rendesen megkeverte a Feca fejeket, s egy ártalmatlan szituációból ők kerültek hátrányba. A második félidőben a Klub Feca rögtön az első támadásából egyenlített, ezután már a Fecát nem lehetett megállítani, s 4-2-re nyerték a találkozót. A tavalyi bajnokaspiráns ám bronzérmes Bombombolt a 7. Süni és barátai csapatát fogadta. Az első percek kiegyenlített játékot hoztak, ám a pirosmezes Süni mégis előnyre tett szert. A Bombon ezután rátalált régi önmagára, s egy szép akció végén egyenlített, majd a játékrész közepén a vezetést is megszerezte. Ezután beindult a Bombon henger, egy szöglet után már 2 gól volt a kékek előnye. A Süni azonban nem adta fel, s szépített 3-2. Még mindig az első félidőben küzdöttek a gárdák, amikor a Bombombolt egy védelmi hibát kihasználva ismét 2 gólos vezetésre tett szert, majd kipasszolva a teljes Süni védelmet 5. találatát is megszerezte. A második félidő első gólját a Süni szerezte, ismét szorosabbá téve az eredményt. A találkozón továbbra is mindkét oldalon potyogtak a gólok, s végül a Bombon 8-4-re nyerte a meccset. Úgy tűnik, jól sikerült a felkészülés. Hát de sok edzőmeccs volt. De sajnos most igazából most volt együtt a csapat, nagyon sokan hiányoznak, ilyen lett. Milyen volt a mérkőzés? Hát egy kicsit elszabadultak az indulatok, aminek nem kellett volna bekövetkeznie, de azt hiszem küzdelmes jó meccs volt. És jól játszottunk. A célkitűzés, a bajnoki cím? Hát ha megjönnének, akik hiányoznak, akik nagyon hiányoznak, én úgy gondolom, hogy ott lehetünk ismét a közelében. Verességgel indult a szezon, ez rányomhatja a bélyegét a további küzdelmekre? Hát semmiképp nem, mert voltak hiányzóink, akikben bízunk, hogy lendítenek a csapaton. Meg hát végül is a helyzet kihasználás volt, ami kárunkra döntött, mert ők berúgdosták a helyzeteiket, az elején nem figyeltünk oda, mi pedig sorban hagytuk ki. Milyen volt a mérkőzés? Meglehetősen parás hangulat volt a pályán. Hát annyiból volt parás, hogy ismerjük egymást, régi haverok, játszottunk sokat együtt. Már nem úgy derült ki a meccs alatt, mert sokszor összevesztünk, de hát pont ez presztízs mérkőzés. Mindegyünk nyerni akart, így alakult ki a küzdelem, hát ők most jobbak voltak ma. A narancsárga mezben játszó fészeképítők a Fedél Kft. Ellen debütált az első osztályban. Az újonc a második vonalban még Hanyatlás FC néven szerepelt, s harmadikként jutott az élvonalba. A Fedél már a meccs elején maga akarta törni ellenfelét, nagyra moddiktált, ám a fészek felvette a kesztyűt. A csapatok az első játék részben csupán helyzetekig jutottak. A második félidőben az építők első elitligás góljukkal szereztek vezetést. A fészek továbbra is veszélyes volt az ellen kapujára, azonban a Fedél szabadrúgásból egyenlített. Válaszként az újoncgárda ismét előnyre tett szert, amit a Fedél egy újabb pontrúgásból egalizált. A fehérmezesek nem örülhettek sokáig, mert visszaállt a régi rend, az egy gólos különbség a narancsok javára. Ha valaki azt hinné, a Fedél Kft. Gárdája adós maradt, az téved, hisz a végeredmény 3-3 lett. Elég változatos meccsen debütáltatok, elégedett vagy az eredménye? Hát tulajdonképpen, hogyha azt veszük, hogy most jutottunk fel első osztályba, akkor tulajdonképpen elégedett. Gyakorlatilag a meccs szempontja alapján nem vagyok elégedett, mert elemi hibákat vétettünk sajnos, és ez szerintem ebben az osztályban nem megengedhető. Mit vár a csapat az első osztályban?
Nekünk ez a debutálásunk, eddig még nem volt hozzájuk szerencsénk, tulajdonképpen csak maximum teremkupákon. Hát a csapat célja tulajdonképpen az, hogy egy tisztes helytállást tudjunk ösztökélni, ez értelemszerűen a bennmaradást jelenti. Elégedett lehet a csapat az eredménnyel? Hát szeretnénk volna jó rajtot venni, győzelemmel rajtolni, de egy elég komoly fegyelmezett ellenféllel találkoztunk, és kicsit meglepett minket. Hát örülhetünk az X-nek, szerintem. Ebben a bajnokságban már nem nagyon lehet gyűjtögetni a döntetleneket, hiszen már 3 pont jár egy győzelemre. Hát törekedni fogunk minél több győzelemre, de hát ezen a mai mérkőzésen is látszik, hogy hát a feljutók se annyira gyengék, és hát a régi tavalyi csapatok is erősek, úgyhogy nagyon jó mérkőzések lesznek. A második játéknap első találkozóján a Blue Hétfő csapata a tavalyi 1B ezüstérmesével, a Széphő Szederrel játszott. Az újonc együttes nem illetődött meg az elit légkörtől, bátran és okosan játszott. Ennek meg is lett az eredménye, a félidő közepén vezetést szereztek. A Hétfő a gól után erősebb offenzívába kezdett, sokszor a fehérmezesek hálóőrének kellett bravúrral hárítania, ám egyszer ő is tehetetlennek bizonyult, így egy egyes állásnál fordultak a csapatok. A második félidőben a Blue Hétfő egy szabadrúgásból fordította meg az eredményt. Természetesen a Szeder sem hagyta válasz nélkül, és egy bedobás után egyenlített. A hátralévő percekben az eredmény már nem változott, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. A hangulat nagyon jó, úgy készültünk rá, hogy biztosan bent maradunk. Ez változik, az iram nagyobb, mint a másodosztályban. Ezt észrevettük, kicsit elfáradtunk. Továbbiakat meg lehet, szeretnénk bent maradni. Remek bravúrokat mutattál, de elégedett vagy a 2-2-es döntetlennel? Hát a látottak alapján igen. Sok helyzetet elrontottunk, ők is ugyanannyit hibáztak, úgyhogy szerintem reális a 2-2. Most először játszol Kispályán? Ez volt az első bajnoki mérkőzésem, igen. Urakkal már 2 edzőmeccset játszottam, de bajnoki most először. Hogy érezted magad a Blue Hétfő társaságában? Kevesebb a levegő, mint a nagypályán az igazság, és valahogy gyorsabban kéne játszani, de első meccsen nem nagyon jött össze most. Elégedett vagy az eredménnyel? Nem, győzni szerettünk volna mindenképpen, szerintem az egész csapat így van vele. Más nem tartunk elfogadhatónak. A bajnoki címvédő C plusz V a tavalyi 9. helyezett Gallon Kft-vel találkozott. Az Ebramezes együttes is igazolt új játékost, és a szerzemények nem okoztak csalódást. Az első félidőben a Gallon 2 gólos előnyre tett szert. A C plusz V a második félidőben változtatott hadrendjén, és a szépítő találatot is megszerezte. A gól után továbbra is aktívan támadtak a bordómezesek, így az egyenlítő gól sem maradt el. Sőt, a bajnok megmutatta, mit is tud valójában, és fordított. Ezután már nem volt kérdéses, hogy kinyeri a találkozót. A végeredmény 4-2 a C plusz V javára. Most a Csakán ez volt az első meccsem, mert örülök, hogy ezért góllal debütáltam, és a belém vetett bizalommat úgy látszik, egy kicsit most meg tudtam hálálni. Úgyhogy hát örülök, hogy győztünk. Hát még az első félidőben azért látszott a csapat összeszokottsága, hogy még nem volt az igazi. Hát több újonccal léptünk fel, így beleértve engem és a Moszkó felét is, de aztán a második félidőben az öreg 5-ös brigád megfordította az eredményt, úgyhogy már csak az íre tettem fel a pontot. Nagy kihívás, hogy a bajnoki címvédő együttesben játszott? Hát nagy kihívás végül is, mert hallottam, hogy a kupát hogy lehet elhódítani. Hát mindenképpen szeretnénk, ez a cél. Ezt szavazta meg a elnök úr. Nekem ez az első mérkőzésem volt itt a kispályás élvonalban. Megmondom őszintén, hogy nagyon tetszik ez a játék, és remélem, hogy a következő mérkőzések során is sikerül betalálnom. Mennyivel más a kispálya, mint a nagypálya? Jelentősen más. Itt sokkal pörgősebb a játék, többször kerül az ember labdához, és nagyobb is a hajtás. Mi a Gallon célkitűzése a bajnokságot illetően? Erről a kérdés, ez nem tudok válaszolni, sajnos még nem értesültem. Nagyon keves időt töltöttem el a csapattal, és még mondhatom, hogy egészen jó vagyok. És akkor nézzük az első osztályú bajnokság első fordulójának eredményeit. Bádogos Turulány 1-3, Klubfeca Mercurius Tours 4-2, Bombombolt Süni és Barátai 8-4, Fedél Kft. Fészeképítők 3-3, Cooper SC Korál 0-1, C plusz V Gallon Kft. 4-2, Blue Hétfő Széphő Szeder 2-2. Tabellát úgy gondolom még teljesen felesleges közölnünk, hiszen egy forduló után ez nem tükrözné a realitást. Kedves nézőink, műsorunkat vasárnap 16 óra 15 perctől tekinthetik meg ismét a Fehérvár Televízió műsorán. Én már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!